Mit kíván a magyar nemzet? A nép által megérthető magyarázattal alakítottam át a 12 pont összeállítása Irinyi József műve volt, ki azt a pesti kör elé terjesztette. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Az 1848. március 14-i, majd március 15-i események felidézésével kezdődött az idei sajtónapi ünnepség a Vármegyeházán. Szolnok és a Vármegye sajtó munkatársait a Szigligeti Színház művészeinek műsora köszöntötte. Hubay Imre közgyűlési elnök hangsúlyozta, 1990 óta ünnepeljük a magyar szabad sajtót. Ahogy akkor is és ma is hazánk békéje, nemzetünk szabadsága és a magyar társadalom egyetértése állt minden törekvésünk felett. Miközben szabad nemzetünk nem létezhet a szólás szabadsága és objektív szabad sajtó nélkül sem. 1848-ban józan és hazafias gondolkodású fiatalok fogalmazták meg követeléseiket a békéről, szabadságról és egyetértésről. Ezek a gondolatok ma is érvényesek, folytatta Hubay Imre. Mint minden esztendőben, idén is átadták a Vármegye sajtódíját annak a szakembernek, aki objektíven és lokálpatriótaként tudósít nap mint nap. A Vármegye díját Oszlács Norbert, a Rádió 1 szerkesztő műsorvezetője kapta, kinek távolléte miatt az elismerést nevében a Rádió régiós értékesítési vezetője vette át. A hiteles tájékoztatás érték, az igazság utat tör magának, mondta Szalai Ferenc, hozzátéve, Szolnokon és a Vármegyében hiteles a tájékoztatás, amiért köszönet jár. Egy olyan korrekt kapcsolatunk van önökkel, a megyei médiával, ami azt gondolom, hogy példaértékű. Önök hiteles tájékoztatást adnak. Hiteles és nagyon-nagyon felkészült tájékoztatást. Szolnokváros sajtódíját 2023-ban a Szolnok Televízió főszerkesztője kapta. Tálas László közel 3 évtizede dolgozik a tévénél, sokoldalú szakember, az újságíró szakma legkülönfélébb területein megmutatta tehetségét, tudósít helyben, a Vármegyében, és híreivel ott van az országos televízióban is. Elsősorban nem is tévés vagyok, hanem szolnoki, vagy Jász-Nagykun Szolnok vármegyei, és csak másodszorban tévés, hogy miért fontos ez, talán azért, mert alkotni, nyugodtan alkotni otthon tud az ember, azon a helyen, ahol megbecsülik, azon a helyen, ahol született, ahol leéli az életét. Igazából soha nem volt olyan ambícióm, hogy elkerüljek máshova, nagy televízióhoz, bárhova. Szolnoki vagyok, Jász-Nagykun Szolnok vármegyei, és az is maradok életem végéig. A Szabad Magyar Sajtónapja alkalmából a város és a Vármegye vezetői megköszönték az újságírók munkáját, kérve őket, hogy a jövőben is objektíven, szaktudásuk legjavát adva tudósítsák az embereket.